Kisfilmet készített a Vármegyei Igazgatóság a tavalyi év legkomolyabb beavatkozásairól. 2022-ben összesen több mint 6000 jelzés érkezett hozzájuk, és több mint 5000 alkalommal kellett helyszínre vonulniuk. 2500 tűzesetet kellett felszámolniuk, 10%-kal többet, mint 2021-ben. A szabadtéri tűzesetek száma drasztikusan 74%-kal emelkedett. A tavalyi átlag csapadék az a minden alulmúlt, alig volt eső, 5 volt elrendelve hőségriadó, 122 napig volt tűzveszélyességi fokozat elrendelve a megyébe, tehát minden feltétele megvolt annak, hogy akár egy eldobott cigaretta, vagy egy szikra miatt kigyaladjon az avar, akár az erdőben, akár a mezőkön, akár a határban, vagy bárhol a településeken is, és hát ezek jelentősen megnövelték a feladatainknak a számát. Mondom, sokan úgy voltak vele, hogy tudom, hogy nem nagyon lehet égetni, de én tudok rá vigyázni, megcsinálom én kicsibe, aztán abból lett a baj. Továbbra sem lehet égetni. Ott lehet égetni, ahol önkormányzati rendelet ezt szabályozza. Akkor nyilván belterületen csak. Ahol szabályozza, és nyilván, hogy megvan határozva az is, hogy mettől meddig lehet égetni. Egyébként sehol nem lehet égetni. A lakástüzek is komoly munkát adtak a lánglovagoknak 2022-ben, 560 helyszínre kellett vonulniuk. Emellett jelentős figyelmet fordítottak az iparbiztonságra. A Vármegyében 5 felső küszöbérték feletti, 16 alsó küszöbérték feletti és 31 alsó küszöbérték alatti gyár működik, amelyek felügyelete szintén a katasztrófavédelemhez tartozik. Emellett a veszélyes anyagokat szállító járműveket is ellenőrizték. 181 közúti ADR ellenőrzést hajtottunk végre, 1702 járművet vizsgáltunk meg, 21 szabálytalanságot tapasztaltunk, és még ezen kívül 43 telephelyre is elmentünk. Ugyanígy a vasúton is, ugyanígy a RID ellenőrzést hajtunk végre, vasúton is ellenőrizzük a veszélyes áruszállítást. 2022-ben érdekes jelenségre lettünk figyelmesek, hogy a veszélyes anyagnak az iránya megváltozott. Nem Ukrajna felől jönnek a veszélyes szállítmányok, hanem Ukrajnába mennek a veszélyes szállítmányok, tehát megfordult az irány. Ott is 45 alkalommal 1150 vasúti kocsit ellenőriztünk, és 46 szabálytalanságot tártunk fel, és ott a sínek mellett lévő veszélyes üzemeknél is 4 alkalommal telephelyi ellenőrzést tartottunk. A megyei igazgatóság hivatásos állományán túl komoly munkát végeztek el az önkéntes tűzoltók is. 40 ilyen egység dolgozik a Vármegyében, közülük 6 önálló beavatkozásra is jogosult.